Budapest, egy kettesben töltött estére vágyik a legjobban Homonné Zsolt, 47, aki annyit dolgozik mostanában, hogy alig találkozik a menyasszonyával, Anitával. A színész amellett, hogy a Budapesti Operett Színház a Szépség és a Szörnyetek című előadásával turnézik Németországban, ősztől újra beült az iskolapadba is, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen tanul rendezőszakon. Emellett a Dagio koncertre készül, Merán Bálinttal és Balczó Péterrel kiegészülve Valentin nap után lépne újra színpadra. Bálint vállalkozásokat indított, Péter számos opera és operett szerepet játszik, így szinte lehetetlen olyan napot találni, amikor mind a hárman ráérünk. Ezért számunkra is ünnep lesz ez a február 17-e a MOM Kulturális Központban árulta el a vasárnapi Bliknek Homonné Zsolt, akinek azért is fontos ez a koncert, mert végre a kedvese is ott lehet. Érzelmes dalokkal is készülünk, de aki járt már a koncertünkön, tudja, humorból sincs hiány. Örülök, hogy újra összeállunk, mert a kedvesem, Anita még nem járt a Dagio koncerten, ezért számomra emiatt is különleges lesz az alkalom. Pedig Homonné saját bevallása szerint nem az a fajta romantikus ember, aki nagy és látványos gesztusokkal bizonyítja a szerelmét, a színész énekes inkább az apró meglepetésekben hisz. Nem vagyok híve annak, hogy valaminek egy adott napon kerítsünk óriási feneket. Így számomra a Valentin nap sem szól a túlzásokról, nem szórok rózsaszirmot a padlóra, cserébe igyekszem az év többi napján apróságokkal meglepni a kedvesem. Eddig nem volt még panasz nevetett Zsolt, akinek annyira sűrű volt a programja mostanában, hogy leginkább nyugalomra vágyik. Nekem az a legromantikusabb este, ha otthon vagyunk együtt, amire az elmúlt fél évben alig volt példa. Ilyenkor főzőcskézünk, kellemes zene szól, aztán kinyitunk egy üveg bort és beszélgetünk hajnalig. Unalmasnak hangzik, de már idejét sem tudom, mikor volt benne legutóbb részem felgyógyult a sérülésből. Két hónapja furcsa baleset érte Homonné Zsoltot az otthonában, alvás közben rádőlt egy 300 kilós könyvszekrény. A színész leharapott egy darabot a nyelvéből, a felső ajkát is össze kellett varni. Szerencsére azóta szinte teljesen rendbe jött, iszonyú mázli volt, bár jó néhány napig csak óvatosan tudta menni és beszélni. Egy kis heg emlékeztet rá, de Frankenstein szerepéhez szerencsére még mindig maszkot kell öltenem, mesélte nevetve a színész.